Összességében több mint 55 kilométer csatorna épült meg a beruházás részeként. Az új fejlesztésű gravitációs csatornarendszerre 3500 ingatlan tud rácsatlakozni. Az érintett településekről összegyűjtött szennyvizet az új Encsencsi és a bővített, felújított Nyírbátori telepen tisztítják meg, hangzott el a délnyírségi szennyvízberuházás projektzáró rendezvényén. Ez 6 települést érint, Nyírbátor, Nyírgyula, Nyírvasvári és Encsencs, Nyírbéltek és Pirice településvezetői hozták létre ezt a társulást annak érdekében, hogy a 6 településen megoldásra kerüljön a szennyvíznek az elvezetés és a szennyvíznek a korszerű tisztítása. Ugye ez 6 település nagyon nagy területet is érint, 24 ezer lakost is érint, ezért ez ugyan együtt lett a projekt elkészítve, és együtt pályáztuk meg ehhez a támogatási összeget, a pályázatkor ez 4,5 milliárdos beruházási költséget jelentett, amihez a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásában részesültünk, mintegy 95%-os támogatási arányban. A délnyírségi szennyvízberuházási társulás 2008-ban jött létre az érintett települések vezetőivel, hogy közösen alakítsanak ki a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően szennyvízcsatornát és tisztító telepeket. Nyírbátor abban a vonatkozásban érintett, hogy egy működő szennyvíztelepet bővítettünk és újítottunk fel, amelyhez két szomszédos település, Nyírvasvár és Nyírgyulaj tudott csatlakozni. Itt a városban kisebb hálózatrekonstrukció és kisebb bővítés valósult meg, hiszen a korábbi években Nyírbátor már kiépült a szennyvízhálózat, és már évek óta működik, de ezzel a fejlesztéssel egy kicsit tudjuk bővíteni a kapacitást, és talán hatékonyabbá tudjuk tenni a működést. A beruházás keretében Piricsén, Nyírbélteken és Encsencsen új szennyvízhálózat épült ki, valamint Encsencsen egy közös telep gondoskodik a szennyvíz megtisztításáról.